Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra az oroszlán jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy van egy kedvezmény, ha írsz egy e-mailt, és kéred a te személyes szerencse számodat, ezt megválaszolom, ezt megkapod ingyenesen. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Első hét szeptember hónapban itt látható. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást. Itt rendezni szeretnéd a dolgokat, lesz siker, hiszen elfoglalod a helyedet, mint egy királynő. Persze a férfiaknál ez a királyt jelenti. Tehát itt tudtok trónolni. Amit az érmék még jelentenek, a belső értékek, a megbecsülés. Ez kihat a családi kapcsolatra. Itt fontos döntéseket fogsz hozni, ha te egy hölgy vagy. Beszélni akarsz vele. Ő, ez a férfi is keresi veled a kapcsolatot. Tehát meg lesz itt a kommunikáció. Sőt, itt a madarak szintén erre utalnak, beszélgetésekre. Itt a virágcsokor az lehet egy jó hír, jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, ő megbecsül téged, megkapod az elismerést, vagy a virágcsokor jelentheti a kreatív tevékenységet, itt a halak az anyagiakat, itt lesz bevétel, lehet egy nyeremény is. Amit a virágcsokor még jelenthet, egy meghívás, egy ajándék. Itt látható egy új kezdet mindkét képnél, itt a tűz eleméről, itt pedig a levegő eleméről van szó. Odafigyelsz a dolgokra, valami lelkesít téged. És itt van már döntés, megvan a könnyűség, megvannak az ötletek, és jelentheti a kommunikációt is. Második hét, szeptember hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy. Itt elfoglalod a helyedet, és ez kihat a szerelemre, hiszen itt érzelmekről van szó, sőt, anyai érzelmekről is. Amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések. Az is lehet, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. Ha megpróbálsz valamit erővel megtartani, amire tulajdonképpen nincs szükséged, akkor az ahhoz vezet, hogy elbizonytalanodsz, és itt vannak ezek a félelmek vagy bizonytalanságok. Bizonyos dolgokat, emlékeket, kapcsolatokat, vagy egy bizonyos helyet el kellene engedni. Itt ez a mágikus, vagy ez a varázsló segít abban, hogy minden jóra forduljon. Sőt, azt is jelenti, hogy megvan ez a varázslatos kisugárzásod, vagy ez a vonzalom kettőtök között, ami itt is látható, hiszen szerelmi kapcsolatról van szó. A nap az jelenti a kisugárzásotokat, a vonzalmat kettőtök között, a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentheti azt is, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A munkáról van szó, ez a kéz átnyújt számodra valamit, ez lehet anyagi segítség vagy nyeremény, de lehet egy jó munkahelyi ajánlat is. Itt van a siker, ebben az esetben ez a kép jelenthet egy szerződést.
és a csillagok azok hozzák a szerencsét, vagy jelent egy spirituális területet. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Nagyon szorgalmas vagy, sok a munkád, lehet, hogy nála is így van, de ez lezárul, és ez a kép azt jelenti, koncentrálj arra, ami tényleg fontos. És a kulcs jelenti a magabiztonságot, vagy azt, hogy itt kinyílik egy új ajtó, egy lehetőség számodra. Ez lehet az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően, de ez a nyitottság kihat a szívre is, hiszen ez lehet egy szívnyitás, szerencse a párkapcsolatot illetően, sőt, ő átnyújtja ezt az aranykelyhet, ami jelenti az ő érzelmeit, tehát nyitott lesz érzelmekről beszélni, és itt van az öröm, a vidámság, kihat a családra, kihat a párkapcsolatra, és itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. És itt a 4 levelű lóhere az szerencsét hoz, a hajó jelenti a reményt, vagy lehet egy külföldi kapcsolat, utazások. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. A munkahelyen vannak még kihívások, de ez elmúlik, hiszen más irányba tereled a dolgokat. Itt a kereszt jelentheti a hitedet, de a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a 10-es szám jelenti ezt az új kezdetet, de kezdetben még vannak nehézségek, hiszen sok mindent cipelsz, valamit el kellene engedni. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. És meg lesznek itt a kapcsolatok, a gyermek jelent egy új kezdetet, és a gólyák a változásokat. Ebben az irányban mennek majd előre a dolgok. Persze a gyermek és a gólyák azok jelenthetik egy kisbabának a születését is, és a gyűrű egy házassági ajánlatot. És ez volt a szeptember havi jóslás az oroszlán jegyében születetteknél. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!